Köszönöm szépen, miniszteri tanácsadó úr, vezérigazgató helyettes úr, kivitelezésért felelős Soltúrt ügyvezetője, polgármester úr, szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm mindazokat, akik elfogadták a meghívást, hiszen jó néhány olyan szereplője van itt jelen ennek a beruházásnak, akik a háttérből az elmúlt 2-3 év alatt, a tervezéstől kezdve, hiszen a főtervezőt is itt köszönhetjük, a Soltvadkert lakosainak több mint 30 éves tervezett vágyát most talán segítségükkel megvalósítjuk. Igen, több mint 30 éves az a gondolat, hogy Soltvadkertet, ahogy ezt Mosorci László, aki a 2018-22-es időben államtitkárként a magyar közlekedés politikáért felelős volt, és ezért is említettem, hogy sokat köszönhetünk a jelenleg itt lévőknek. Nos, mint ahogy említette beszédében, két főút, különösen az 53-as, a terheltségét tekintve nagyobb terheltségű út, majd pedig az 54-es, ez Soltvadkert belterületén találkozik, majd egy mintegy 5 kilométeres pályatesten közösen haladva a Kecel-Kiskörös Soltvadkerti körforgalmi csomópontnál szétválnak. De a két út összehozza azt a nagyon nagy járműforgalmat, ami már régóta indokolta, hogy próbáljuk meg kikerülni, elvezetni ezt a jelentős, főleg a Balkán felől, Szerbia felől érkező nehézgépjárműves és vendégmunkásokat nagy buszokkal szállító, nagy tengelynyomást jelentő forgalmat. Hogy miért kellett 31 néhány évet várni, ezt most mi itt belülről polgármester úrral, volt nyugdíjas polgármesterünkkel, mi ezt pontosan tudjuk, de a jelenhez érve hadd említsem meg, hogy amikor egyértelművé vált az elkerülő út tervezése, akkor az ideérkező tervezők azt mondták, hogy ide Soltvadkertre 5 be-ki érkező nyomvonal, aszfaltozott, számjegyzett út van, mind az 5-öt fel kell fűzni erre az elkerülő útra, a mai kor ezt igényli. És akkor egy teljesen új koncepció történt a régi elvi elkerülő út építéséhez képest, és hála Istennek, hogy az ő szakmai javaslatuk az olyan érvű volt, amelyet végül a kormány, ahogy Mosorci László azt említette, egy pénzügyi döntéssel is helyben hagyta. Nem volt egyszerű az utolsó egy év, elég sűrűn beszélgettünk Nyúl Zoltán, a beruházásokért felelős vezérigazgató helyettese, hiszen a NIF a fő vivője, mint az államigazgatás háttérszervezete, és Mosorci Zoltán, aki államtitkárként akkor a kormány képviselve ezt az előkészítést folyamatosan koordinálták, és akkor nem láttuk mi azt, hogy jó, hogy sűrűn beszélgettünk egymással, és kérdeztük, hogy mi hol tart, akár a tervezési pontoknál, akár a NIF előkészületei, akár a kormánydöntés a pénzügyi fedezet biztosítására, mert májusban sikerült hivatalosan is megnyitni a kivitelezési naplót, építési naplót, és most már tudjuk, hogy június 15-e utáni építési naplók megnyitása esetén felfüggesztésre kerültek az ismert gazdasági helyzet miatt Magyarország több helyén a beruházások. Tehát mondhatnám azt, hogy óriási köszönet mindazoknak, akik nem hagyták ellaposodni itt a tervezési, bonyolítási és a pénzügyi döntési időszakban, hogy időbe minden mondatnak a végére pont oda kerüljön. Most majd nekünk sok irigyünk lesz, mert ahol megálltak az építkezések, ott fájlalják, hogy bezzeg itt ez megtörténhetett. De ennek oka van, mint ahogy előbb említettem. A 90-es években ekkor Olaszországban sűrűbben jártam, és feltűnt, hogy nagyon sok a körforgalom, akkor nálunk ez még elég ritka volt magyarországi közutaknál, és még egy, hogy a 10-20 ezeres városoknál is már elkerülő út volt, és az elkerülő utak mentén rendszerint oda telepítették a vállalkozásokat. És ez akkor úgy megmaradt bennem,
És Mosóczi László is említette, hogy közben itt Soltvadkertet érinti a Budapest-Belgrádi dupla vágányú gyorsforgalmi vasút építése. Ez okozott is némi fejtörést a tervezőknek, hiszen egy helyen biztos, de a terveink szerint majd még egy helyen metszheti ez az elkerülő út, ezt a vasútvonalat, és ennek az összehangolt tervezése azért némi kihívást okozott a vasúti és a közúti tervezőknek is. Ezen túl vagyunk. De mint említettem, akkor megmaradott bennünk, hogy az elkerülő utak mentén néhol tervezetten, néhol úgy maguktól oda települtek a környező vállalkozások. Ez a jobb megközelíthetőség miatt, és talán a terület megszerezhetősége és a városból való kíjebb jövetel miatt van. Ez az elkerülő út építés két nagyon érdekes helyzetet okoz, még okozhat Soltvadkertnek. Az egyik, mint említettem, igen, kapcsolódó tervünk van arra, hogy ezen az elkerülő út most már véglegessé vált nyomvonala mellett mintegy 50 hektáros ipari parkot szeretnénk létrehozni, amelynek az utolsó fázisaiban vannak a tervezései, illetve az, hogy a kormány elé kerüljön, és a területek megvásárlásra és a ipari park kiépítésre támogatást kapjunk. A másik pedig lehet, hogy megtaláltuk a régészeti kutató ásások következtében Vadkert ősi települési helyét, a 700-as, 800-as évekre visszavezethető ásatási eredmények birtokában vagyunk. És mindig is tudtuk Soltvadkertiek, hogy miután 1730-ban Soltvadkert második újratelepítésének időszakában az a település központ, ami most tudunk, az ősi település központ az nem ott volt. Ezt az ásatások egyértelműen jelezték, de senki sem tudta, hogy hol. Hol lehetett. És most nem konkrétan behatárolva a helyet, de úgy tűnik, hogy a kutató ásatások ezt egész jól kezdik behatárolni. Úgyhogy itt meg szeretném még egyszer újról köszönni Nyúl Zoltán vezérigazgató helyettes úrnak, hogy közbenjárására felgyorsítottuk az ásatások kiterjesztését, hogy a kivitelezőnek elháruljon minden akadály, hogy a régészeti ásatások az út nyomvonalán teljes bizonyossággal fejeződjenek be addigra, amikor a teljes építkezés megtörténik. Én abban bízom, hogy mindenki szemtanúja lehet, hogy egy precíz, az építészetben, közútépítésben jelentős tudást szerzett Bács-Kiskun megyei Solti vállalkozás nyerte el ezt a pályázatot és a megvalósítást. Én azt kérem a kivitelezés alatt, hogy bármilyen kérdés, itt most a nyomvonal kisejtítása következtében szerződéskötések, néhol viták is vannak. De ezekre az önkormányzat Temerini Ferenc polgármester úr vezetésével készen áll, hogy egyességre jussunk. Minden akadály háruljon el. Minden soltvadkerti tudja, hogy ez milyen jelentőségű. Szőlőseinket, gyümölcsöseinket, erdeinket, szántóföldjeinket is adtuk azért, itt vadkertiek, hogy ez az elkerülő út megvalósuljon, és a legfontosabb helyeken a legbiztonságosabb átkelést javasoltuk, így például felüljárós rendszerű lesz a kétpályás vasúti szakaszt átívelő metszéspontján található közúti kereszteződés. De én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a kerékpáros turizmus, amelyet a térségünkben Bács-Kiskun megye legnagyobb összefüggő kerékpárút hálózata jelez, és most már Soltig a Duna töltésvonaláig tudunk kerékpárral elmenni Kiskunhalastól, és még jó néhány leágazás keresztül Kasul lehetőséget nyújt a kerékpárosoknak, hogy ezekre külön odafigyelve kerültek megtervezésre ezek a átvezető pontok a körforgalomnál, valamint itt a Vadkerti Tóra vezető közút és kerékpárútnál a kerékpárút külön szint kereszteződéssel került megtervezésre utólagos kérésünknek megfelelően.
mindezt én egy nagyon nagy gesztusnak tudom be, mind a tervezők, mind a kormányzat részéről, amelyel így növeltük ennek a beruházásnak a költségeit, de mindenki látja, érzi, hogy milyen fontos a közlekedés biztonsága, és különösen az, hogy itt a Solt-Vadkertnél, Vadkerti tónál és a város központja között nagyon intenzív a turisták kerékpáros mozgása, és ahogy mostani szokásokat nézem, ez még intenzívebb fog lenni. Még egyszer meg szeretném köszönni az itt jelenlévőknek és különösen államigazgatási szereplőknek, hogy amikor csak lehetett, ők időben tették a dolgukat, és ennek most már utólagosan nyugtázott következménye, hogy ez a beruházás tovább folytatódhat, és bízunk benne, hogy az a nagyon szoros pénzügyi helyzet, ami ma Magyarországra jellemző, ez biztosítja továbbra is a kivitelezőknek az elnyert pénzügyi keretet, és ők ebből ezt meg is fogják tudni valósítani. Köszönöm a segítségüket, köszönöm a figyelmüket.